Az Európai Vénianyag Ügynökség nem tartja nyilván ezeknek az anyagoknak, hogy lenne környezetkárosító hatásuk. Igen, akut toxikus hatásuk és rákkeltő hatásuk van. Ezekkel a szavakkal nyugtatta meg Korda Eszter, a Generis Kft. Képviselője a fótiakat, azon a közmeghallgatáson, amelyen 4000 tonna veszélyes anyag raktározásáról vitatkoztak. Mérgező-e ez az anyag a vízbe jutva? Igen vagy nem? Egyszerű, igen vagy nem? Az előbb nem ezt kérdeztem. Igen vagy nem? A nyilvános eseményen meglepően sokan vettek részt annak ellenére, hogy délután 2-kor munkaidőbe szervezték azt. Ez már a második sok volt a fótiaknak. Egy hónappal korábban Varga Nóra, környezetvédelmi tanácsnok, munkatársunktól Bodnár Zsuzsától értesült arról, hogy akkumulátor összeszerelő üzem létesül a településen. Október 6-án talán az átlátszó egyik munkatársa keresett meg azzal, hogy talált egy hirdetményt a Pest megyei kormányhivatal oldalán, ami egy fóti akkumulátor összeszerelő üzemről szólt. Ilyenkor az ember első reakciója az Úristen, Úristen megérkezett hozzánk is. Október 28-án megjelent Fótváros önkormányzat honlapján egy újabb hirdetmény, amit immáron a Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóság kérésére rakott ki az önkormányzat, ami egy újabb akkumulátorüzemről szólt, és én akkumulátorüzemként emlegetem akkor is, ha helyre rendre utasítanak, hogy az csak egy raktár, akkumulátor alapanyag raktár, a gyártás folyamatába beletartozik kiegészítő tevékenységként a szállítás és a raktározás is, tehát ami ezzel foglalkozik, az egy üzem. Akkor is, hogyha nem szeretik gyárnak nevezni. A két akkumulátorgyártással foglalkozó cég ugyanabban az épületben bérelne helyet magának. Mégis úgy tesznek, mintha nem tudnának egymásról. Ráadásul az épületet bérbeadó Hello Parks Kft. Egészen mást ígért a fótiaknak. Akkor, amikor még olyan jó volt, és azt mondom, hogy itt sokan itt voltunk, akik eljöttek arra a Hello Parks-os előadásra, és bemutatták, hogy milyen gyönyörű lesz, és szinte boldogok voltunk, hogy ilyen szép lesz majd az a terület, akkor ugye felvázolták, hogy ó, hát ez minden csiribirit, futópálya lesz, kutyafuttató lesz, és minden ingyen fagyi nekünk, és akkor most itt ülünk, és beszélgettünk egy katasztrófavédelmi hatósági engedélyhez kötött anyagnak a raktározásáról, és beszélünk arról, hogy könnyűipari tevékenységnek hívjuk az elektromos akkumulátoroknak az összeszerelését. Nem tartanám sem korrektnek, sem célszerűnek most itt a kutyafuttató és a parkosítást összemosni egy hatósági eljárással, tehát semmi köze a kettőnek egymáshoz. Nincs összefüggés. Nem gondoltuk, hogy be lesz volna. Világos, fura lenne, ha most arról beszélnék, hogy akkor milyen jó lesz majd a kutafuttató. Azt hiszem, akkor göveznének meg minket, hogyha igen, most elkezdenek. Én erre nem szeretnék részletesen kitérni, külön nagyon szívesen. A katasztrófavédelemtől pedig azt szeretném megkérdezni, hogy azt mondták, hogy a fótiak, hogyha azt mondják, hogy nem szeretnék ezt a veszélyes raktározást, akkor ténylegesen megtagadhatják ezt a engedélyt. Önök tényleg komolyan gondolták, hogy meg is fogják tagadni? Mert akkor itt most minden rövidítsük, a itt lévő fótiak szeretnék vagy nem, 99% nem. Önök ezt mondták az elején, akkor legyenek szívesek lezárni az eljárást, nem engedélyezzük, fótiak nem akarják, viszontlátásra. Köszönöm. Az a baj, hogy én gondolkoztam rajta, de nem emlékszem, hogy ilyen elhangzott, hanem az hangzott el, hogy a hatóságnak kötelessége figyelembe venni a nyilvánosság biztosítása során felé érkezett észrevételeket, és a határozatába ezt belefoglalni. Ennyi hangzott a hatóság részéről. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy nagyon súlyos szereptévesztésben van Magyarországon a hatóság. Ugyanis a környezetvédelmi vagy a iparbiztonsági hatóság a mi fizetett szakértőink. Ők a mi fizetett szakértőink. Egyrészt mi fizetjük őket, igen, nem kevés állami pénzből.
Másrészt nyilvánvalóan szakértők különben nem lehetnének abban a pozícióban, ahol vannak, nem láthatnák el azt a munkát, de nekik az a dolguk, mint az államapparátus részének, akik közvetve tőlünk kaptak hatósági jogkört, tehát felhatalmazást és feladatot, hogy a mi érdekeinket képviseljék, a miénket. A bizalmatlanságot fokozza, hogy a veszélyes ipari tevékenység nagyon sok részlete védett adat. A nyilvánossághoz csak az adatok töredéke jut el. Az volt a kérdésünk, hogy a lakosság hogyan fog tudni az új anyagokról. Erre az volt a válasz, hogy a tulajdonos árgus szemekkel fog figyelni. De nem ez a válasz erre a kérdésre. Felteszem ismét, nyugodtan érthetően, honnan fog tudni a lakosság az új anyagokról? A tulajdonosnak van a katasztrófavédelem részére egy bejelentési kötelezettsége. És hogy a korábbiakban ezt jeleztem, ez egy soron kívüli felülvizsgálati eljárás során valósul meg, ami után a hatóság ezeknek az anyagoknak az ott állásának a szabályszerűségét minden esetben vizsgálja, amennyiben ezen anyagok oda betárlása jelentős változásnak minősül a jogszabály szerint, abban az esetben hirdetményi úton és adott esetben újabb közmeghallgatással fog róla értesülni a lakosság. Köszönöm szépen. Hát akkor, ha jól értem, akkor ez egy olyan eljárás is lehet, mint amilyenben most itt vagyunk. Igen, adott esetben lehet egy ugyanilyen eljárás is. Nem az a baj, hogy ezek léteznek. Hiszen ha az elektromos meghajtásé a jövő a különböző járművekben, akkor azokhoz kell valami energiatároló eszköz, kell akkumulátor. Még akkor is, ha majd ez változni fog az idők során. Nem az a baj, hogy ezek léteznek, sőt szükség van rájuk. A baj az, hogy egy teljesen rendezetlen, átláthatatlan, alig szabályozott és a szabályozottságában is nagyon kevéssé betartott jogi környezetbe és technikai gyakorlati környezetbe kerülnek bele ezek az üzemek. Önök itt mindannyiunkat azzal, amit oda kivetítenek, megtévesztenek. Valóban információkat adnak számunkra, és itt, akik mi itt jelen vagyunk, mindent meg fogunk tenni a jogaink és jogos érdekeink megvédése érdekében, és valamennyi lehetséges jogi eljárást és lépést, ami jogszerű, meg fogjuk tenni, és nem engedjük, hogy ez itt megvalósuljon. Kérlek, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és ha megteheted, támogasd az átlátszót.